Elérte a francia partokat a Yunis vihar pénteken. Az óriási erővel pusztító vihar hatalmas hullámok kíséretében érkezett Normandiába. A francia hatóságok már várták, több helyen felfüggesztették a vonatközlekedést, és arra kérték az embereket, maradjanak otthon. A belga Tournai-városában a szél egy darut döntött rá egy kórház épületére. A daru kezelőjén kívül más nem sérült meg. Belgium egyes részein is leállították a vonatokat. Volt, ahol péntek délután egyáltalán nem lehetett használni a vasúttársaság járatait. Amikor a Yunis Hollandiában már gyengülni kezdett, néhányan a hágai tengerparton próbálgatták a szél erejét. A holland fővárosban egy stadion tetejét rongálta meg a vihar. Írországban egy férfi életét vesztette, amikor a törmelékek eltakarítása közben rádőlt egy fa. Az önkormányzati dolgozó halálának körülményeit még vizsgálják a hatóságok.